rendszerváltozás utáni első magánművészügynökségnek voltál a vezetője. Mi volt a legnonszenszebb elvárás művésztől szerződéskötéskor? Az a vicces, hogy ezeket a nimbuszokat mindig a menedzserek keltik. Tehát a Rolando Viazon, akivel egyszer dolgoztam egy zárt körű eseményen Magyarországon, és ez nagyon nagy élmény volt az életemben, mert nagyon nagy rajongója vagyok, és ráadásul ugye a ősrégi barátommal és nagy kedvencemmel, Miklós Erikával léptek fel együtt, és akkor volt, hogy mindenfélét kért a Viazon menedzsmentje, hogy milyen legyen az öltöző meg a menü, és maga a Viazon belépett, és mondta, hogy jaj, ezeket kértem, nem is tudtam, hogy ezt szeretem, még jó, hogy sárgára nem festették ki az öltözőt. Tehát akkor is kiderült számomra, hogy legtöbbször, persze biztos van példa, de általában ezeket nem a művészek kérik sokszor, hanem a menedzsment. És te tupíroztad az elvárásokat, mikor egy művészt menedzseltél? Én nem vagyok ebbe a vetítésbe jó. Én egy elég gyakorlatias, meg egyenes pasi vagyok, tehát én elvártam, hogy legyen az a tisztelet megadva. Azért Magyarország egy nagyon kis piac, és nekünk ugye a Pentatonról van szó, nagyon sokat kellett küzdenünk azért, hogy életbe maradjunk, tehát nem volt idő arra, hogy tupírozzunk, ahhoz túl kevesen voltunk. Azt olvastam, hogy a művészeti menedzser hallgatóidnak, amikor elmondtad, hogy mit írnál szíved szerint foglalkozásként a névjegyedre, például hivatalos néző, magyar-magyar tolmács, kompromisszumkészítő kisiparos. Ez mennyiben módosult azóta, hogy az Operett Színház igazgatója lettél? Egyáltalán nem. Tehát a hivatalos nézőt, ezt ugye mondtam a kinevezésemkor is, és sokan aztán utána mondták, hogy ez milyen kínos, ezt vonjam vissza. Én szerintem egyáltalán nem kínos, mert ez alatt azt érzem, hogy azáltal, hogy én menedzser vagyok, vagy inkább szívesen mondom azt, hogy kreatív producer vagy producer, mert most például az Operett Színházzal együtt elérkezett az a mennyei állapot, hogy igazából van egy csodálatos gazdasági igazgatóm és egy ügyvezető igazgatóm, tehát én pénzügyekkel a csúcsmenedzseri létet kivéve napi szinten, tehát gázsikkal meg, és hogy nem alkudozom, meg nem foglalkozom, hogy nekem az a dolgom, hogy én azt gondolom, hogy az a néző, vagy az a különböző néző, hogy fogja abba a színházba érezni magát, fogja érteni, jó lesz-e oda bejönni, sokakat meg fog-e szólítani az, amit az adott csapat vagy rendező csinál, mi az, ami érdekelheti őket. Tehát én ezért mondom, hogy én hivatásos néző vagyok, és nyilván aztán az ember ért annyit a színházhoz, hogy ha valamivel nem elégedett nézőként, akkor esetleg tudja, hogy azon hogy kéne javítani, vagy tudja esetleg, hogy hova kell nyúlni, vagy mit kéne javasolni. Hogy lett az Operett Hungarikum, miközben egyáltalán nem magyar műfaj? Hát inkább osztrák, mint magyar. Hát ezen nagyon nagy harc van, ezt egy magyar lány nem állíthatja, mert ez egy állandó harc a bécsiekkel. Hát Lehár Ferenc 12 éves koráig csak magyarul beszélt, az édesanyja ugye magyar, Kálmán Imre, végig magyarnak vallotta magát. Szerintem a magyar Operett Hungarikum emelése abszolút indokolt, egyrészt a szerzők, tehát a számos a világ minden táján játszott magyar operett szerző miatt, másrészt meg tényleg az a fajta kitaláció, hogy a magyar operettben a szubrett táncos komikus, illetve az idősebb komikus vonalat színészek játsszák, illetve olyanok, akik táncolnak és akrobatikát visznek be ezekbe a számokba, illetve az, hogy ez nem egy kis tűz és akció és tánc bele van keverve a történetbe, ez abszolút Magyarországon alakult ki, és ez megkülönbözteti. Tehát, hogyha megnézel egy Kálmán operettet, egy osztrák feldolgozásba, az teljesen más, mint a miénk. És egyébként mindig az is a kérdés, hogy a világ mit mivel azonosít. Ugye az operettet azért nagyon sok helyen Magyarországgal azonosítják a világon, ezért is járunk annyi helyre. Például a magyar opera játszásnak iszonyú nagy handicapje, hogy Bartók csak egyetlen operát írt. Miért akartam mindenáron színház igazgató lenni? Több pályázatban is benne voltál, miközben úgy nyilatkoztak rólad, hogy te vagy az Operett Színház Richelieu-je. A mindenáront azért ezt nem mondanám.
Tehát nagyon szerettem volna, nem tagadom, de mindenáron ez az én egyéniségemből távol áll. Most se akarok mindenáron igazgató lenni, tehát hogyha eljön egy olyan pont, amikor úgy érzem, hogy ezt nem tudom jól csinálni, vagy nem tudom, legalább olyan jól, vagy jobban, mint Keró, vagy hogyha olyan helyzetbe hoznak, akkor én biztos, hogy félre fogok állni. Ez a mindenáronság, ez tőlem távol áll, mert akkor az ember rettentően begörcsöl. Én meg szeretném a lazaságomat, meg az örömömet ebbe megtalálni. Nagyon szerettem volna kipróbálni, hogy egy színházi közegben, vagy egy más kulturális projektben első számú vezetőként meg tudom állni a helyem. Olyan sokáig voltam második, harmadik ember tanácsadó nagy projektekben, az érdekelt, hogy alkalmas vagyok-e, képes vagyok-e első számú vezetőként helytállni. Azon kívül én ezt a tendenciát, és most nagyon sokakat lehet, hogy meg fog bántani, és ezért előre bocsánatot kérek, hogy művészek a színházak igazgatói, én ezt nem tartom feltétlenül jó ötletnek. Szerintem nagyon nehéz egy művésznek a saját művészi ambícióit összeegyeztetni, ez sokszor nagyon rosszul sikerül egy társulat vagy egy színházi műhelynek az érdekeivel. És abban sem hiszek, nagyon nem hiszek, hogy ez működik, hogy van egy nagyon erős művészeti vezető, és utána van egy gazdaságigazgató, aki mondjuk egyáltalán nem ért a színházhoz. Tehát ugye nincs egy színházban gazdasági döntés művészi következmény nélkül, és fordítva. Anyai dédapád Jankovics Béla a Tisza kormány oktatási és vallásügyi minisztere volt. Híres konzervatív, de liberális gondolkodású politikus. Melyik politikai eszmerendszer áll a legközelebb hozzád? Hát ez. Tehát én azt gondolom, hogy arról álmodok, hogy a konzervativizmus és a liberalizmus az egymást kiegészíthető eszmék vagy értékrendek lehetnek. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy az embernek akár tetszik, akár nem, akár letagadja, akár nem, van egy politikai vagy eszmei identitása is, tehát pláne ha egy olyan erős családi háttérre rendelkezik, mint én. És ezen kívül a liberalizmus számomra azt jelenti, hogy én gondolok valamit egy konkrét dologról, vagy a világról, vagy dolgokról, de teljes mértékben el tudom fogadni azt, hogy másnak lehet ezzel szögesen ellentétes a vélemény, és ennek ellenére tudok vele kommunikációt folytatni, akár arról a dologról is, vagy akár másról is. Hosszabb idő óta jó barátságban vagy Lázár Jánossal tanácsadója is vagy voltál. Szoktatok beszélni a kormánynak olyan típusú döntéseiről, vagy bejelentéseiről, mint az illiberális kormány, a bevándorlás politika, vagy amit a melegekről nyilatkozott a miniszterelnök? Hát mostanában egyre kevesebb időnk van beszélni, azért én amellett, hogy büszkén vállalom, és többször vállaltam, hogy Lázár Jánossal van egy személyes kapcsolatunk, azt hozzá kell tenni, hogy ez alapvetően szakmai, és ebből alakult ki egy barátság, vagy hogy nem hivatalos közegben is találkozunk. Nyilvánvaló, hogy az embernek vannak ilyen kapcsolatok, vagy vannak ilyen szakmai, én úgy hívom ezeket, hogy szakmai barátságok az életében, a színházban is sok ilyen van. Voltam tanácsadója is a kabinetben, amit az operecenzi kinevezésemmel együtt visszamondtam, de természetesen a mai napig beszélünk. De amiket felsoroltál témákról, ezekről nem volt időnk beszélni. És ha én kérdezem, nekem mit mondanál ezekről a döntésekről? Ha most azt akarod kérdezni, hogy egy konzervatív családból jövve minden egyes döntésével a kormánynak egyetértek-e, meg minden egyes kommunikációjával, akkor természetesen erre azt kell mondanom, hogy minden egyes kommunikációval és döntésével nem értek egyet. De akkor mivel értesz egyet az utóbbiakból? Azzal értek egyet, hogy azt gondolom, hogy a döntési mechanizmus az akár kis dologba dönt az ember, akár nagy dologba dönt az ember, az egy felvállalás. Tehát az ember hoz döntéseket, és az akármilyen jó vezető, azok között a döntések között vannak rossz döntések is, és vannak jó döntések is. Vagy van egy aktívan
döntővezető, vagy pedig van egy ilyen állandóan egyeztető, kicsit félsz típusú vezető. Én az energiával és avval, hogy dolgokba beleállnak, én ebben egyet tudok érteni. Tehát az energiájával az ügynek. És azzal is, amikbe beleáll? Hát sok esetben igen. Például? Hát például, ami engem érint, például az, hogy a magyar zenei életet, például az, hogy a Várkert Bazár, még ha nyilván ki is kell találni, hogy mivel telik meg az, hogy ez végre elkészült, és a külföldiekkel nem ott kell keresztül mennem, vagy például az opera kiemelt támogatása, vagy a Zeneakadémia kiemelt támogatása, tehát egy csomó kulturális üggyel, ami megvalósult, vagy a BMC, amihez az utolsó pillanatban az állam segített, ami a Gőz Lacinak egy csodálatos kezdeményezése, ezekkel egyet tudok érteni. És kellett a Lázárral való ismerettséged ahhoz, hogy mondjuk a Várkert Bazár egyik megnyitóját te rendezd, vagy akár az Operett Színház igazgatói kinevezésedhez? Én nyilván úgy szeretném érezni, hogy nem, hiszen te tudod a legjobban, hogy régen a szakmába vagyok, tehát én azért kaptam megbízásokat más kormány vagy fővárosi vezetés alatt is, tehát azt gondolom, hogy alapvetően nem, alapvetően a szakmai hozzáértésem kellett, de nyilván nem vagyok álszent, mivel szerintem a mai Magyarországon az egyik legnagyobb probléma a szervilizmus, ezért azt se gondolom, hogy bizonyos döntéshozók nem gondoltak arra, hogy hú, ez majd jó pont lesz, ha valami megbízást én kapunk. De azt, mivel én például Lázár János tudta, hogy Hódmezővásárhelyén én nem egy eseményt vagy a Bessenyei Kulturális Központ megnyitóját, tehát hogy egy csomó eseményt hogy szerveztem meg, és a fellépőket teljesen politika függetlenül válogattuk mindig össze, hogy ő nyilvánvalóan ő tudta, hogy milyen színvonalra számíthat tőlem, mint ahogy az Operett Színház ügyét is egyébként azért támogatja, mert úgy ismerkedtünk meg, hogy ő leívta az Operett Színházat Hódmezővásárhelyre, és ő szereti a műfajtát. Sok politikai döntéshozóval vagy újságíróval szemben ő pontosan tudja, hogy milyen szakmai munka folyik abba az intézménybe, meg hogy milyen nemzetközi vagy hazai sikerei vannak. Várhatóan több állami dotációt kap az Operett Színház. Kerényi Miklós Gábor évekig harcolt, ezért neki nem jött össze. Neked ezt hogy sikerül? Új seprű, jól seper van a népi mondás. Hát egyrészt ezt akkor lesz biztos, hogyha a költségvetést lezárják, tehát ez most egy terv. Nyilvánvalóan, amikor az ember új kinevezett, akkor több olyan lehetősége van találkozni miniszterekkel, államtitkárokkal, ahol esetleg el tudja mondani ezeket a problémákat, hogy a közalkalmazotti bérek a besorolásunkhoz képest milyen alacsonyak, és hogy milyen problémákkal küzdünk. Nyilván valóan az is talán belejátszott, bár a színházi bizottságban soha nem lobbizok az Operett Színház ügyért konkrétan, mert az azt gondolom, hogy egy más típusú feladat, de ugye a kinevezésem után két hónappal bekerültem a Színházművészeti Bizottságba, és ez is egy csomó olyan lehetőséget nyújtott találkozásokra, ahol esetleg tudtam ez ügybe lobbizni, és nem akarok álszent lenni. Nyilván, ha ez megvalósul, ebbe szerepe van a politikai támogatottságomnak, vagy a kapcsolatrendszeremnek is.